Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Beit nap háromszor drágábbak a megújuló energiák az atomenergiánál. Adománygyűjtés, összefogtak a helyiek a nehéz helyzetbe került Faddi családért. Közeleg a halottak napja, ellopták a kegytárgyakat nagymányokon. Nyerni megy a KSC Franciaországban, 3 pontos előny a visszavágóra. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Németországban évente 2 paksi projekt árának megfelelő összeggel támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását. Az áram ára mégis 3-szorosa annak, amit a magyar fogyasztók fizetnek, hangzott el a paksi atomerőműben rendezett Teit napon, ahol a Paks térségében fekvő települések képviselői kaptak tájékoztatást az atomerőmű és a Paks 2 projekt eredményeiről. 13 településről körülbelül 200-an érkeztek a programra. A Paks 2 atomerőmű látványtervei a fotókon jól látszik, hogyan fog kinézni a két 1200 megawattos blokkból álló létesítmény. A beruházás célja többek között a paksi atomerőmű kapacitás fenntartása, az energiaellátás biztonság folyamatos fenntartása, hazánk import függőségének csökkentése. Magyarország elkötelezett a nukleáris energetika mellett. Cicer János, a Paks 2 ZRT üzemeltetési igazgatója a Teit napon tartott előadásában azt mondta, Németországban évente 2 paksi projekt árának megfelelő összeggel támogatják a megújuló energiaforrások felhasználását, az áramára mégis 3-szoros annak, mint amit a magyar fogyasztók fizetnek. Az igazgató hangsúlyozta, Magyarország más utat választ, a megújulók főként a napenergia mellett az energiaellátás fontos pillérének tekinti az atomenergiát. Előnyeit itt látják a nukleáris energiáknak, ugye a legolcsóbb, a biztonságosabb, klímabarát, ami nagyon fontos, hogy alaperőmű. Alaperőmű magyarul egy atomerőműnek az a jó, ha mindig ugyanolyan teljesítményen képes működni, hát ezzel szemben megújulóban nem mondható el, hogy mindig ugyanaz a teljesítményen tud menni. Cicer János hangsúlyozta, a Paks 2 projekt hazánk kiemelt beruházása, amelyhez komoly térségfejlesztési program is társul. Hozzátette, hogy az orosz partner kulcsra kész erőművet szállít fix áron, azaz nem fordulhat elő költség túllépés. Előadásában beszélt a Paksra tervezett blokkok főbb jellemzőiről és a biztonsági rendszerekről is. Redundáns biztonsági rendszerek vannak, ennél az új blokkon 4 független biztonsági rendszer van. Biztonsági rendszerekről azt kell tudni, bármely egy biztonsági rendszer képes arra, hogy az adott reaktort leállítsa, lehűtse és hűtött állapotban tartsa. Cicer János elmondta, hogy a paksi atomerőmű jelenleg a hazai fogyasztás 30%-át biztosítja, de nagyon jelentős importra szorul az ország. A két új blokk megépítése hosszú távra garantálja a kiszámítható, olcsó villamos energiát, hiszen tervezett üzemidejük 60 év. Világszerte számos országban építenek hazánkhoz hasonló módon az atomenergiára. Jelenleg 455 reaktor működik, és 55 építése folyik. A tavalyihoz hasonló, kiemelkedő évjáratra számítanak a szekszárdi borvidéken, ahol a végéhez közeledik a szüret, a 2400 hektáros területen, egyes pincéknél már csak kevés kékfrankos, merlo és cabernet fajták, a válogatás és prémium borok alapanyagai vannak a tőkéken, mondta Bősz Adrián, a borvidék elnöke az MTI-nek. Tájékoztatása szerint a szekszárdi hegyközséghez tartozó 1200 hektárból 147 hektár termésmennyiséget dolgoztak fel, itt hektáronként átlagosan 77 mázsa szőlő termett. A szintén a szekszárdi borvidékhez tartozó Bátaszéki hegyközség területén mintegy 400 hektáron 80-90 mázsa az átlagtermés. A különbség abból adódik, hogy a bátaszéki termelők elsősorban értékesítik a szőlőt, Szekszárdon viszont sok termelő terméskorlátozással él. A közúti közlekedési baleset történt a 61-es számú főúton Tolna-Némedi belterületén. A balesetben egy kamion és egy lovaskocsi ütközött, melynek következtében egy személy sérült meg. A lovaskocsinak a hajtója olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel kórházba kellett őt szállítani. Az elsődleges orvosi adatok szerint sérülései súlyos, életveszélyesek.
A kamionnak a vezetője a balesetben nem sérült meg. További szerencsétlenség az esetben az, hogy a lovaskocsit húzó ló a helyszínen elpusztult. Van, aki pénzzel, más fával, megint más tápszerrel, pelenkával segít annak a Faddi családnak, ahol 4 kisgyermekkel maradt egyedül a család fenntartó, az édesanyja ugyanis több hétig élet-halál között feküdt az intenzív osztályon. A faluban sokan vannak, akik aggódnak az anya felépüléséért. Több szervezet és sok környékbeli fogott össze a család megsegítésére, az önkormányzat is segíti a családot anyagilag. Ebben a házban lakik az a család, aminek megsegítésére szinte egész Tolna megye összefogott. Az édesapa egyedül maradt 4 kisgyermekével, miután párjánál komplikációk léptek fel a 4. császármetszést követően, és egy hónapra intenzív osztályra került. A helyiek azt mondják, az asszony hetekig élethalál között feküdt a kórházban. Aggódtak és aggódnak érte a mai napig. Hát egyik nap jobban van, másik nap összeomlott. Hát még jó, hogy kikerült az intenzívről, tehát most már nincs elhetetlenség. Hát, nagyon oda volt, amikor bementek már az orvosok, mondták, hogy imádkoznak, már érte, már égett a mécses, és már annyira van. A legkisebb gyermek még csak 4 hónapos, a legnagyobb alig múlt 5 éves. A család fenntartó egyedül látja el a kicsiket, ez miatt kénytelen volt táppénzre menni. A munkahelyén azonban várják vissza, és megértik a speciális élethelyzetet. Több szervezet és sok környékbeli fogott össze a család megsegítésére. A falu lakói fát, élelmiszert, gyermekruhát visznek a családnak. A Faddi élelmiszerboltokban adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki. A bolt dolgozói azt mondják, ők is meglepődtek, milyen sokan szeretnének segíteni a családnak. A paksi Pákolic István városi könyvtár munkatársai is adománygyűjtésbe kezdtek, és a Faddi önkormányzat is úgy döntött, anyagilag segíti a családot. Megmozdultak a Faddi emberek, mint már sokszor máskor is, és próbálnak segíteni a rászorulókon. Az önkormányzat is felajánlotta azt a segítséget, amit adhatunk. A gyerekeit jelenleg egyedül nevelő férfi kameránk elé nem kívánt állni, de elmondta, mennyire hálás a segítségért, és bízik benne, hogy párja hamarosan kikerül a kórházból. Halottak napjához közeledve veszélybe kerülnek a temetői kegytárgyak. Nagymányokon 2 szatyornyi gyertyát, mécsest és virágtartót loptak el a sírokról. Az elkövető ellen feljelentést tett a település önkormányzata. Szépen ápolt és gondozott sírkert, szabadon használható öntözőkannák, felújított ravatalozó. Ilyen a temető Nagymányokon. Karbilla polgármester azt mondta, ő megfogadta, bármi is lesz, a temetőt mindig rendben tartják. Ám éjszaka több sírról ellopkodták az eladható piacképes tárgyakat. Ezért vagyok nagyon mérges és nagyon bosszus, vagy ideges, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert ez itt nem volt szokás. Nagyon-nagyon régen néha előfordult egy-egy virágcsokor eltűnése, de az, hogy itt több sírról egyszerre leeszedjék a díszeket, stb. Ez nem, tehát ezt úgy gondolom, hogy megfelelően helyére kell tenni, és most azonnal, hogy várom a rendőröket, és ígéretet teszek az elkövetőnek, hogy addig megyek utána, amíg még nincs. Egy gyertya is sok, mondta a polgármester, aki a temetőrongálás miatt akar hivatalból feljelentést tenni az elkövető ellen. A halottak napja környékén megszaporodnak a hasonló esetek. Éppen ezért Kunlósinik is a Netta Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívőjének tájékoztatása szerint az ünnepig megerősített szolgálatok lesznek a temető környékén, megelőzendő a hasonló eseteket. Egy idő után nem az a kérdés foglalkoztatja az embereket, hogy hova tartanak, hanem az, hogy honnan jöttek, kik voltak az őseik, milyen származásúak voltak, milyen foglalkozást űztek. Nagy érdeklődés övezi a családfakutatást, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a Tolna megyei levéltár családkutató tanfolyamára, ami 3 dél-dunántúli levéltárban egy időpontban zajlott, 2-szer annyian jelentkeztek, mint amennyit eredetileg beterveztek. Az eseményen elhangzott, a családfakutatás anyakönyvi kutatásokkal indul a helyi levéltár. Ám ahogy a kutató megy vissza a múltba, elképzelhető, hogy az ország távolabbi pontjára jut el, ott találja meg felmenőit. Jó érzés az, hogy a 18. századig a török uralom utáni betelepítésekig tudja visszavezetni valaki a családfáját, és el tud jutni az őseihez, mondta a megnyitó Rúzsa Éval főlevéltáros, az intézmény igazgató helyettese.
Ezt még sok kutatónk, akik itt a Tolna megyei levéltár kutatótermében megjelentek, még odáig is tudták folytatni, hogy miután ez a terület valójában ugye úgy nevezték, hogy Schwäbische Türkei, vagyis Schwab Törökország, a török uralom után nagyon sok német érkezett a különböző német tartományokból. Sok kutatónknak sikerült visszavezetnie azokra a területekre és azokra a településekre is Németországba a családi múltját, ahonnét az ő fölmenői Magyarországra indultak különböző körülményes és nehéz utazások után. Bármi is lesz a franciaországi visszavágó eredménye, azaz Euróliga selejtező mindenképpen megmarad a KSC Szekszárd játékosainak és a csarnokot most is megtöltő cirka 1200 szurkoló emlékezetében. A legalább 4 nemzetközi szinten is kiemelkedő képességű játékossal érkező Lille ellen a harmadik negyedben már 17 ponttal is vezetett a gyorsan, kiismerhetetlenül és kreatív megoldásokat elvezető új Szekszárd. Leszámítva az első negyedet, amit jóval pontosabb távoli dobásaival, komoly euróligás tapasztalatokkal bíró Lille nyert meg, a szekszárdi csapat két negyeden állt, mégis gyors, szellemes, bátor, sokszor az ellenfél számára kiismerhetetlen játékkal szinte szétszette az izomtornyokból álló fizikálisan fölénybe levő nagynevű ellenfelet. Álomkosárlabdával, Jovanovic és McCall kiemelkedő teljesítményével, no is a magyar játékosok, mint például Teodorán és Gereben extráival, összességében jobb csapatmunkával, mínusz 12 pontról 17 pontos előnyt kovácsolt a csapat. Tombolt a lelátó ekkor, de a Lille volt az ellenfél, amely az utolsó játék részben rá tudta kényszeríteni a akaratát a KSC-re, és a palánk alatti fölényét érvényesítve, dobó teljesítményben ismét följavulva 71-68-ra följött a végére, abszolút éltetve ezzel a továbbjutási reményét az Euróliga főtáblájára. A jövő szerdai franciaországi visszavágó előtt. Persze a KSC Szekszárd is nyerni megy Lille-be. Játszottunk egy Euróliga csapat ellen, ez a Villeneuve játszik már évek keresztül Euroligában, és mutatunk, hogy tudunk velünk játszani, azt jelenti mutatunk, hogy talán van helyünk. A találkozó kellemes színfoltja volt az eddig háttérben levő kis virág játéka. A fiatal center kritikus pillanatokban jól védekezett, jól lépett be a játékba, és lepattanót szerzett, pontot jegyzett. McCourt tudta pár perce pótolni. Az ilyen pillanatokért van bennünk mindig az, hogy megéri csinálni, és megéri minden nap felkelni, edzeni, menni, és nyerni. Szakmai berkekben is nagy érdeklődéssel várják a párharc végeredményét. Pét az Euróligába jutás. Két éve még csak a hazai tehetségnek sem számított a dombóvári ifjúsági korú atléta Farkas Bence, igaz, addig sérülések is hátráltatták a fejlődését, de hazai szinten kiemelkedő tehetségére gyorsan, az elmúlt egy évben fény derült a sprinter futónak. 200 méteren nem csak nyert az országos bajnokságon, hanem olyan idővel 21-55 másodpercet teljesített, amivel kvalifikálta magát az Argentínában már zajló világ eseményre, az ifjúsági olimpiai játékokra. A legújabb egyéni csúcsom azon 21-55-öt futottam Győrben az EB-n. Hát Buenos Airesben nem tudom, mit fogok futni. Szerintem egyel jobbat fogok szerintem futni az egyéni csúcsnál. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Évtizedek óta várták, közel 900 millió forintból megújult a Marcali és Öreglak közti útszakasz. Mit kaphatnak a tanulók, mit kell teljesíteni a képzésük alatt? Tájékoztató a vállalkozásoknak Pécsett. Elítéltek a múzeumban, jóvátételi programban dolgoznak a fogvatartottak. 7,5 kilométeren megújult az Öreglak és a Marcali közötti út. A beruházás 875 millió forintból valósult meg. A fejlesztésre több évtizede vártak már a helyiek, hiszen korábban hullámos, nyomvályos úton tudtak csak közlekedni az itt élők. A tervek szerint az útfelújítás folytatódik a Marcaliig tartó mintegy 10 kilométeres szakasszal. Ez valóban az itt átutazóknak is, van is kellemes érzést, és az öreglakiakban is kellemes érzést vált ki. Sokkal kényelmesebb, sokkal kellemesebb az utazás. Több évtizedes lemaradásban volt a település közúti infrastruktúrája, ezért is vált szükségesé a fejlesztés Öreglakon. A havat nem lehetett rendesen letolni az útról, hiszen olyan nyomvájus volt. Ez most a Szecsei sarokig megoldódott, de természetesen nem állhatunk meg, hiszen már is folynak az előkészületek arra, hogy
Marcalig tartó körülbelül 10 kilométeres szakasz is elkészüljön. A munkák tavasszal kezdődtek, akkor ilyen volt az út. Mára ez teljesen megújult. Az Öreglaki útfejlesztésre fordított 875 millió forintos kormányzati forrásból megoldották a vízelvezetést, és a buszöblezeteket is megerősítették. A kormánynak és Magyarországnak is az az érdeke, így Somogy megyének is, hogy a kis települések megmaradjon. Somogy alapvetően aprófarvas település, és ezért az elmúlt évtizedekben elmaradt útfejlesztések miatt is történt egy nagyon erős elvándorlás. A kis településeket elhagyta a lakosság. Ez reményt adhat, ez az út felújítás is reményt adhat arra, hogy ez a káros, negatív folyamat ez megálljon, sőt abban bízom, hogy ez lehetővé teszi ennek a településnek a fejlődését. A mostani útfejlesztéstől azt várják a helyi politikusok, hogy a fejlesztés elősegíti a településen élők életminőségének és a település megtartó képességének javítását. Milyen juttatásokat kaphatnak a tanulók a gyakorlati képzőhelyeken? Milyen szerződést kell velük kötni? Hogyan kell dokumentálni a szakma oktatását? Többek között ezekre a kérdésekre adtak választ a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában szerdán. Az adófórumon a gyakorlati képzőhelyek adminisztratív teendőiről beszéltek az előadók. Könyvelők töltötték meg a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara termét szerda délelőtt. A duális képzésben résztvevőkre és a gyakorlati képzőhelyekre vonatkozó adminisztrációs kötelezettségekről, a tanulóknak elszámolható juttatásokról volt szó többek között. Komoly következményei lehetnek, ha ezt a feladatot nem végzik el jól, mondja a kamara osztályvezetője. Ha valaki nem megfelelően számolja ki a tanulónak a bérét, ami alapján véve SZIA mentes, akkor a diáknak a különbözetre például SZIA-t kell fizetnie. Tehát a több bért kap, mint amennyit a tanulószerződésben meghatároztak, vagy a tanulószerződésben meghatározott szempontrendszer alapján magasabb emelést kapott, mint amennyit kaphatott volna, akkor az például SZIA köteles, úgyhogy erre nagyon kell figyelni. De sokszor már a gyakorlati oktatóhely és a diák között kötött szerződésnél kezdődnek a bajok. Nagyon sokszor érkeznek be sajnos úgy ezek a tanulószerződések, hogy hiányosak, vagy nem jól vannak kitöltve, vagy pontatlanul vannak kitöltve. Például erre hívjuk fel a figyelmet. Nagyon sokszor van, hogy a foglalkozási napló nem megfelelően van töltve, vagy egyáltalán nincs sajnos vezetve, mert nagyon fontos, hiszen a foglalkozási napló és a jelenlétív, a diák jelenlétíve, illetve az oktatónak a jelenlétíve, ugye az alapja többek között annak, hogy azon a napon tényleg mi történt, a kerettanterv szerint folyt-e az oktatás. Vagyis a diák valóban megkapta azt a képzést, amit kell kapnia az adott szakma tanulásakor. Szó esett még az adható kafetéria jövő évi változásairól, valamint a szakképzési hozzájárulásról. Előadást hallhattak még a könyvelők a képzés költségeinek elszámolási lehetőségeiről is. Az adózók számára esetenként nehézséget okozhat az adó egy összegben történő megfizetése, ezért a jogszabályok több lehetőséget is biztosítanak a részletfizetésre. Ezekről a lehetőségekről tájékoztatott a NAV baranyai sajtóreferense. Magánszemélyeknek például automatikusan adható részletfizetési kedvezmény. Abban az esetben, hogyha automatikus részletet kér, akkor azt tudni kell, hogy 500 ezer forintot meg nem haladó tartozásra kérheti csak ezt. Tehát, hogyha az 500 ezer forintot nem haladja meg a tartozása, akkor automatikusan kérheti ezt a részletfizetési lehetőséget. Hogyha ezt az összeget meghaladja a tartozása, akkor az általános szabályok szerint kérhet részletfizetési kedvezményt. Hogyha nem tudja megfizetni ezeket a részleteket, vagy fizetési könnyítéseket, akkor a teljes összeget fogja kérni a hivatal. Egy balatoni vidámpark megvalósításának lehetőségéről is beszéltek a szakemberek Siófokon egy az élményturizmust segítő projekt záró konferenciáján. A fejlesztési elképzeléseket és az elért eredményeket is ismertették a horvát és a magyar partnerek. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Folytatta a korábban megkezdett munkát, amely egy balatoni élménypark előkészítő anyagainak kidolgozása volt. Egy piackutatásban 4 európai fővárost, Budapestet, Pozsonyt, Zágrábot és Bécset mérték fel,
milyen igényei lennének az ott lakóknak egy balatoni élményparkkal kapcsolatban. A természet és környezet az, ami leginkább érdekelné az ide látogató turistákat, és hát az utazásaikat leginkább ilyen hosszú hétvégékre terveznék, és hát fölmértünk természetesen különböző költségopciókat, hogy hol szállnának meg, tehát apartman szállodában elsősorban például, és hogy mire költenének leginkább. A piackutatás érdekes eredményt hozott, a megkérdezettek többsége valamilyen természetközeli élővilághoz kapcsolódó élményt szeretne, és az is kiderült, hogy erre egy napi jegy formájában 5-6 ezer forintot fizetnének személyenként. A konferencián a horvát partner Kaprunca városa is beszámolt eddigi eredményeiről. Itt a projekten belül kifejlesztettünk egy szórakoztató családi központot, ez az élelmiszer körül szerveződött, tehát elsősorban az élelmiszer, a gasztronómiai lehetőségek, hiszen a város közel fekszik a különböző forgalmi csomópontokhoz, Zágrábhoz, a tengerpart felé haladva is útközben van, tehát ebben az irányban szeretnénk fejleszteni a lehetőségeinket. Az élményturizmus fejlesztési stratégia 2 projekt október 14-éig tart, míg az Interreg Magyarország-Horvátország együttműködési program 2020-ban zárul. Elítéltek tették rendbe a Csontvári Múzeum alaksorát. A Baranya megyei Büntetés Végrehajtási Intézet fegyencei egy úgynevezett jóvátételi programban vesznek részt önként. Ennek keretein belül olyan közösségi munkákat végeznek, melyekkel kárpótolhatják a károsultakat, illetve a társadalmat. A munka végeztével a jelentkezők megtekinthetik a múzeum csontvári gyűjteményét. Törmelékeket hordanak konténerbe. A Pécsi Csontvári Múzeumban elítéltek segítenek az ott dolgozóknak. A Baranya megyei Büntetés Végrehajtási Intézetből 2 felnőtt és 2 fiatalkorú fegyenc vett részt ebben az úgynevezett jóvátételi programban. Azok az elítéltek, akik már töltik a szabadságvesztés büntetésüket, az okozott károkért szimbolikusan, illetve részben ténylegesen is kárpótolják a károsultakat, illetve a társadalmat. A programban az elítéltek önként jelentkeznek, így vannak kiválasztva, és díjazás nélkül végzik ezt a tevékenységet. Az alaksor felújítása miatt az ott lévő építési törmelékeket, hulladékokat gyűjtötték össze a jelentkezők. A múzeum igazgatója szerint fontos, hogy az elítéltek részt vegyenek ilyen programokon. Egy esemény az életükben, ugyanakkor a társadalmi reintegrációnak is egy kicsit a részévé válik ez a program. Egyáltalán az, hogy itt vannak. És a szokásostól eltérően itt ők még pluszt is kapnak, ugye, mert máshogy csak dolgoznak. Ez a plusz pedig egy tárlatvezetést jelent. A munka végeztével Csontvári Koszka Tivadar alkotásai tekinthetik meg az elítéltek. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Beit nap, 3-szor drágábbak a megújuló energiák az atomenergiánál. Adománygyűjtés, összefogtak a helyiek a nehéz helyzetbe került Faddi családért. Közeleg a halottak napja, ellopták a kegytárgyakat nagymányokon. Nyerni megy a KSC Franciaországban, 3 pontos előny a visszavágóra. Pénteken reggel gyorsan eloszlik a hajnali párásság, folytatódik a nyugodt őszi időjárás sok napsütéssel, esetleg helyenként vékony fátyol felhőzettel, az előrejelzés szerint egészen jövő hét második feléig kitart a vénasszonyok nyara. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!